Több pert indított már az esélyt a hátrányos helyzetű gyermekeknek alapítvány iskolai szegregációk miatt. A legutóbbi esetben tegnap előtt Balogh Zoltán emberi erőforrás minisztert is tanúként hallgatta meg a bíróság a nyíregyházi görög katolikus iskolával kapcsolatban. Balogh Zoltán a tárgyalás után is azt hangsúlyozta, hogy az érintett iskolában a gyerekek érdekeit szem előtt tartva folyik az oktatás. Mohácsi Erzsébet, az esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek alapítvány elnöke szerint viszont a szegregáció sosem szolgálhatja a gyermek érdekét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A felzárkóztatás a varázsszó, amit Balogh Zoltán és a kormány és a minisztérium szeret egyébként ebben az ügyben, és általában ebben a kérdésben használni. Azt mondják, hogy mondjuk például konkrétan ebben a huszártelepi iskolában, ahol Nyíregyháza mellett cigánytanulókat tanítanak, nem elkülönítik őket, hanem segítik őket, és hát az úgy tűnik, hogy bizonyos értelemben alá is támasztja ezt a tételt, hogy a bírósági tárgyalásra is nagyon sok dühös szülő ment el, akik önökre dühösek, és azt mondják, hogy egy az ő gyereküknek ez tényleg jó. Igen, ez egy kicsit összetettebb ez a kérdés. Ugye egészen a mostani törvénymódosításig vissza lehet vezetni a pert is, szoros összefüggés van a nyíregyházi per, az a próbája ennek a törvénymódosításnak, tehát az egyenlő bánásmód törvénynek, amiben olyan változásokat szeretnének bevezetni, hogy a felzárkóztatás, a felzárkóztató program, mint például, amit Nyíregyházán annak neveznek, az kimentés lehessen, tehát felmentés lehessen a szegregáció. Ahol eddig alól a törvényben csak az esélyegyenlőség szerepelt, és gyakorlatilag ez volt a törvény, ez a törvény volt az alapja annak, hogy ne lehessen Magyarországon iskolai szegregáció, ott most beemelnék ezt a bizonyos felzárkóztatást, amivel megnyitnák elvileg a kaput. Igen, akkor az ilyen típusú iskoláknak, mint amilyen Nyíregyházán van, és mint amilyen van az országban több száz, akkor ezeknek felmentést adhatna ez a törvény. Most biztos sokan vannak, akik hallgatják ezt a mi beszélgetésünket, és azt mondják, hogy ez nekik életszerűnek tűnik, hogy mondjuk egy cigánysorról nagyon hátrányos helyzetből induló gyermeknek akár az előnyére is válhat, hogyha mielőtt egyszerűen bekerül egy osztályközösségbe, ahol nagyon más körülmények közül érkező gyermekekkel kell egy szinten lenni, együtt tanulnia, ugyanolyan tempóban haladnia, előtte segítenek neki abban, hogy ő is felzárkózhasson, bepótolhassa azt a hátrányt, amivel érkezik. Önök szerint ez a tétel nem állja meg a helyét? Miért nem? Nem véletlenül fogalmaz a törvény úgy, ahogy most fogalmaz, tehát tiltja ezt a fajta elkülönítést, és még a kormányon belül is vita van ezen, hiszen egyszer ez már volt kérdés a köznevelési törvény módosításakor, amikor nulladik osztályokat, felzárkóztató osztályokat akartak bevezetni pont ezért, és ez megbukott már egyszer ezen a kormányon belül is. Nem beszélve arról, hogy ez a felzárkóztató osztály már évtizedek óta ki volt próbálva ugye a szocializmusban, a korrekciós osztály, vagy C-osztály, vagy bárhogy nevezték, sehova nem zárkózott fel egyetlen gyerek sem azokból az osztályokból. Tehát van példa előttünk, rossz példa, aminek nincsen sikertörténete, eredménye. Szerintem felesleges ezt forszírozni, és az pedig ugye egyértelmű, hogy a nehezen kezelhető, vagy hátrányos helyzetű, vagy roma, vagy bármilyen problémával küszködő gyerekeknek akkor lesz sikerük, hogyha azt a többi, tehát a többségi társai között élik meg. Tehát a huszártelepen is visszatérve a példára, az lenne a megoldás, hogy ezek a telepi gyerekek minél hamarabb bekerüljenek a többségi közegbe, ott éljék meg a sikereiket, és minél hamarabb próbáljanak meg beilleszkedni. Mert hogyha még 8-ig, vagy még szakiskoláig, ahogy a görögkatolikus egyház szeretné leginkább, ott tartják a telepen a gyerekeket, akkor már nagyon nehéz lesz beilleszkedni, vagy felzárkózni a többséghez. Mivel magyarázza azt, hogy sok szülő, és ezek közül sokan el is mentek a bírósági tárgyalásra, hogy hangot adjanak a véleményüknek, kifejezetten elégedett ezzel a felzárkóztató koncepcióval, és konkrétan a huszártelepi iskolával, és azt mondják, hogy ott az ő gyerekeikre odafigyelnek, ott személyre szóló fejlesztést kapnak, ott olyan kapcsolat van a tanárok és a szülők között, ami más iskolákra nem jellemző, és még nagyon sok jó dolgot felsorolnak, ami miatt szerintük ez egy jó mód. De ez így is van. Én is jártam az iskolában, és valóban tapasztaltam azt, hogy jól foglalkoznak a gyerekekkel,
azt is el tudom képzelni, hogy ugyanazt a szintet hozzák, az igazgatóasszony elmondta, hogy nincs a képességeikkel probléma, szorzótáblát ugyanúgy tudják, mint a városi iskolások, csak akkor felmerül rögtön a kérdés, hogy akkor miért nem lehet bevinni a belvárosi iskolába ezeket a gyerekeket, miért kell mégis felzárkóztatni őket, hogyha pont ugyanolyan képességekkel rendelkeznek, mint a többségi társai. Természetesen a szülők közül van, akinek tetszik ez, de mindegyik elmondta kivétel nélkül, hogy az iskolát azért választották, nem mert felekezeti oktatást ad, vagy mert annyira szerették, vagy hát nem is tudhatták, hogy milyen, hiszen újonnan indult, hanem csak a közelség miatt. Tehát mivel a város elvette az iskolabuszt a telepi gyerekektől, kénytelenek voltak ezt a megoldást választani, de a számok azért önmagukért beszélnek. Tehát 24-25 beiskolázandó elsős gyerek van most is, és minden évben a Huszártelepen. Ebből hát körülbelül a fele megy ilyen kényszerű okokból a telepi iskolába. A másik fele még mindig vállalja azt, hogy beviszi a városba a gyerekét. Végül is kötöttek egyfajta megállapodást 2 nappal ezelőtt a minisztériummal. Erről legalábbis a sajtóban lehet olvasni. Mi ez? Ez jó, és ha tisztázok, nem született még meg az egyesség. Azért szüneteltetjük az eljárást a bíróságon 6 hónapra maximum, hogy ez az egyesség létrejöhessen. De ugye a sajtóban mindenütt ez jelent meg, hogy egyesség született. Még nem született egyesség, nagyon reméljük, hogy fog. Reméljük, hogy ki tudunk találni egy olyan megoldást, ami miatt nem kell majd folytatni tovább a bíróságon az eljárást. Milyen megoldásról lehet egyáltalán szó? Mi sok javaslatot tettünk már a perindítás előtt is, és én azt gondolom, hogy a legmegfelelőbb megoldás az a tanoda lenne. Tehát a görögkatolikusoknak nagyon fontos és nagyon jó kezdeményezése van a Huszártelepen, ami elismerésre méltó, mert hogy nem csak az iskolát csinálják. Felnőtt képzéstől, az óvodától elkezdve egy csomó olyan programot, amivel elérik a szülőket, és pont ez a lényeg, tehát hogy az iskola nélkül is tökéletesen végezhetnék a roma pasztorációs munkájukat, ahogy hívják ezt ők. Nem szükséges hozzá az iskola, és az iskolát kiválthatná például a tanoda intézménye. Délutáni foglalkozások keretében segítsék a gyerekeket abban, hogy megállják a helyüket a városi iskolákban. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Én is köszönöm.